kellettől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Itt vagyunk, igen. Csak kicsit ráhúztam a madzagomra a szék gurulóját, na, de sikerült kioperálni. El nem bírom képzelni, hogy tud alá kerülni, ha kivenni meg nem lehet. Tehát ha ilyen fizikai képtelenségnek tűnik, hogy mikre nem képes egy füles madzag, de sikerült megoldani a problémát. Jó reggelt kívánunk, ez a lényeg. Nem, ez nem a villanyszerelők reggeli műsora, hanem a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással, és persze a hallgatókkal, akik írnak nekünk, köszönjük a hozzászólásokat. A legfontosabb, hogy szegény Agatákat köszöntötte egy hallgató rögtön, és pont őket kifelejtettük a névnaposok közül, úgyhogy megírta nekünk, hogy szegény Agatáknak csak ez az egy névnapjuk van egész évben, és lehagytátok. Nem baj, az Ágotának is örülnek. Sokan papírból olvasva a nevüket is leágotázzák őket. Na, akkor ezt most tisztába tettük, úgyhogy az Agatáknak külön gratulálunk a mai napon. Azt mondja, hogy közlekedés az fontos, de azt külön veszem. Hát, jaj, kiprovokálod a hallgatókból napi csata gratulációkat. Nem, naponta nem lesz napi csata, de nem, meg nem akarom, úgy... csak hogy ez most egy ilyen, úgy éreztem, hogy egy különösen jó sikerű darabja volt a sorozatnak, és se kép, se hang. Na, emek is önfényezés után, akkor a közlekedési hírekre fordulunk rá. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Hú, szerencsére baleset az nincsen. De van, bocsánat, mindenek van? Előtt. Sőt, most esett be is a legfrissebb és fontos, írják többen is. M7-es pályazár, Balaton felé Érdnél leterelés. Azt mondja, beállt az M7-es kifelé, Érd magasságában. Igen, és utána jött az, hogy pályazár van. Tehát akkor ez a legfontosabb. Tehát a kifelé haladók készüljenek arra, hogy akkor elég komoly baleset lehetett, hogyha leterelik a forgalmat az M7-estől Érdnél. Tehát ez a legfontosabb. Igen, városban mit láttál? Hát figyelj, a városban van egy sávlezárásunk a 9. kerületben, a Ferde utcában, ott nem lehet a határútra kanyarodni, mert gázvezetéket javítanak. Aztán mi van még itt, ami érdekes lehet? Talán az, hogy forgalomkorlátozás a 14. kerületben, a Róna utcában és a Fogarasi úton. A Róna utcában a Fogaras és a Bolgárkertész utca között, a Fogarasi úton pedig a Benzinkút és a Róna utca között, ott vízvezetéket építenek, és van egy útszűkületünk a 9. kerületben, a Únyai utcában, ott csatornát javítanak, és hát más ilyen nagyon friss és érdekes nem nagyon van. Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hát az igazi breaking, az szerintem... Hát én ki is tettem a Facebookra, tegnap annyira megható volt. A TikTok csatorna? Simán. A BKK bejelentette, hogy elindította a TikTok csatornáját. Lemeosztad? Kielemezted? Nem, mert nekem nincs hozzáférésem az applikációhoz, de hétvégén a gyermekeimet meg fogom kérni, hogy ússzunk rá a BKK TikTok csatornájára. Hát közölnek egy linket, amin meg lehet nézni bárkinek, tehát nem is kell, hogy regisztrált legyél, vagy letöltsd, vagy bármi. Abból nekem nem derül ki, hát ilyen, tényleg ilyen gyerekes, jópofa, marhulás képek, rövid videók vannak rajta. Én félve kérdezem, ahogy az Instagram őrületet nem értettem, a Facebookot azt ugye igen. De az Instagram őrületet nem, és nagyon sokszor beszéltünk róla, hogy ott mi van, ami a Facebookon nincs, miért van az, és a Facebook miért nincs bizonyos korosztályokban, na most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy annyira öregek vagyunk, hogy a TikTokot azt meg a végképp nem értem, tehát egy komoly cég, tegyük fel, hogy a BKK ilyen, mit akar ott kommunikálni? Tehát én nekem elmondom, hogy mi van meg a TikTokból, vonaglunk
10 másodperces videókra tátogva. Tehát, hogy itt most a kallerek fognak majd ilyen tillárom halljegyeket, bérleteket, és közben nyomnak egy Justin Timberlake-et. Figyelj, ez benne van a közleményben, azt mondja, hogy a népszerű platformon szórakoztató videókra és több játékra számíthatnak az oldal követői. Egy játék az utolsó, ami kín van ez alapján, ami így a webben is követhető. Tehát, és mit kell játszani? Itt a bérlet, hol a bérlet? Nem, szerintem a maga a játék, amit a fölraktak, ez ilyen kockás, nincs köze nagyon a közlekedéshez, amennyire én meg tudom ítélni, de hát tényleg nem értünk hozzá, úgyhogy minden esetre úgy gondolják a BKK-nál, hogy nyitniuk kell a legfiatalabbak közé, és amúgy is én nagyon lazára kell venni a figurát. Azt írják, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptak a Facebook és az Instagram oldaluknak az átalakításától, a követőiktől. Nagyon népszerűek voltak a közlekedéssel kapcsolatos, könnyedebb játékos tartalmak, erre az igényre alapozva jött létre a TikTok. Egyébként a teljes megújulás van az online felületek, minden, a Facebook oldal, stb. De egyébként a Facebook, tehát a hang nem látványosan megváltozott, tehát az is ilyen jópofáskodó, tegezős, csináljuk, ezek vagyunk. Tehát, hogy mondjam neked, nincsen nekem ez furcsa. Bajom, csak én nem érted, nem a BKK-nak a lépésével van bajom, mert lehet, hogy ez egy nagyon végig gondolt marketing stratégiának a része. Az a bajom, hogy én nem értem ezt. Uh-huh. Tehát, hogy nem neked. Miért kell ott lenni egy komoly cégnek? Tehát az én gyerekeim 10 évesek. A 10 éves gyerekek mikor, hogy jó, nyilván gimnáziumban, de mikor, hol találkoznak a BKK-val a TikTokon? Miért megy valaki a TikTokra, hogy a BKK-t nézze, érted? Figyelj, nem tudom. Nekem itt ez az a pont, ahol lehet, hogy mi simán már vénemberek vagyunk, és ha itt elkezdenénk makogni, akkor nem értjük az idők szavát. Tehát én nem merem azt kimondani, hogy ez érthetetlen, mert hogy valószínűleg ez így működik a világ, mindenki így csinálja, biztos ez a nemzetközi trend, a visszajelzések pozitívak, úgyhogy valószínűleg így kell, nem tudom. Jó, nekünk furcsa, nyilván. 20 és 30 év közötti gazdaság iránt érdeklődő, műsorvezetői ambíciókkal rendelkező fiatalokat várunk. Jelige a stúdióban. Na jó, mondjuk fontosabbakat is, mert hogy tegnap bemutatták a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, amely 2030-ig szól. Egy portfóliós konferencia keretében állt ki Fürjes Balázs, a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár, valamint Vitézi Dávid, aki a fejlesztési központ vezére, illetve ott volt még a MÁV vezére, Homolya Robert is. Nagyon gyorsan összefoglalom. De csigjátok, hol van szó, nyugtass meg. Igen, és ezekről nagyjából beszéltünk, tehát most így nagyjából egységbe foglalták és összetették azt, amik így fölmerültek, úgyhogy a lényeget szerintem érdemes összefoglalni. Tehát teljes megújulás a vasúti rendszerben, összekötik az elemeit. Duna alatti alagút, tehát a déli és a nyugati között az alagú, déli körvasút teljes felújítása, 16 új megálló, tehát Budapesten belül is, majd kényelmesen és gyorsan lehet vonattal is közlekedni. Minden vonalon negyed óránkénti közlekedés. A következő 20 évben 2000 milliárd forint fog erre elmenni, döntően uniós támogatás lesz, hogy ezt mindig fölvetjük, és megkérdezzük, hogy ez megvan-e, és amikor beszéltünk Fürjes Balázzsal, akkor ő azt mondta, hogy ez meg lesz, amikor meg más szakértőkkel beszéltünk, akkor valószínű, hogy erre majd, hogy pontosan melyik projektre lehet kérni, majd ez nem egyben jön, és nem biztos, hogy megvan, tehát ez nem teljesen egyértelmű, mindesetre így számolnak, hogy ebből, most ezt Fürjes Balázs ki is jelentett, hogy 1500 milliárd már tulajdonképpen garantált 2027-ig, hogy meg lesz erre a pénz. Tehát főleg a hévvonalakra, vasútvonalakra és a déli körvasútra megy. Ezzel 80%-os utasnövekedést akarnak elérni, és jelentősen csökkentve a közúti forgalmat, a cél az nyilván, hogy áttereljék a közösségi közlekedésre az autósokat. Az a várakozás, hogy a budapesti várostérség lakossága 2030-ig újabb 200 ezer lakossal, tehát egy debrecennyi emberrel bővül, és jócskán bőven 2 millió fölötti lesz a budapesti lakosság, illetve az agglomeráció is vonatkozik ezt, tehát akkor Almát Körtével hasonlítottam össze, tehát akkor ez így nem feltétlen igaz. És a nyugati alagúttal kapcsolatosan, a nyugati déli közötti alagúttal kapcsolatosan 4,5 kilométer hosszú kétvágányú villamostot, csak személyszállítás lesz rajta.
A kapacitás 24 vonat per óra lesz, tehát 2,5 percenként mehetnek a vonatok majd az alagútban. Ezek a legfontosabb elemek, és ugye a déli körvasutat is megcsinálják, meg a rendes rákospalotai körvasutat is, akkor ezeknek az összekötésével tényleg rengeteg lehetőség lesz, de a legfontosabb az, hogy ez a fejpályaudvar központúság az megszűnik, elavult, és minden, ami kijön az egyik oldalon, az vagy igen, bejön a városba az egyik oldalon, ki tud menni a másik oldalon, és ezért nagyon fontos, hogy a Duna alatt átmenjen, és akkor a déli pályaudvar megállóhely utána a nyugati következhet akár, meg persze ki tudja, közben még lesz a másik, és ezzel ki lehet váltani a fejpályaudvarokat, ami most egyébként a legfontosabb akadálya a bővítésnek, hogy egyszerűen nincs hely, ahol vonatok bemehetnek és megfordulhatnak, ezért nem lehet per pillanat bővíteni, erről már többször beszéltünk a műsorban. No, szóval nagyjából ezek a legfontosabb, amiket bejelentettek, illetve amiket összefoglaltak, és azt mondják, hogy a finanszírozás az megvan hozzá. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.